Tisztelettel köszöntöm a képviselőtestület tagjait, tisztelettel köszöntöm a meghívott vendégeket, a televízió nézőket. A jelenléti év alapján megállapítom, hogy 7 képviselő jelent meg. Távolmaradását bejelentette Nagyné László Erzsébet, dr. Kanász Nagy László, Karcegenő Zoltán és Kozma Dániel képviselők. Az ülés határozatképes, azt megnyitom. Tisztelt képviselőtestület, indítványozom, hogy a kiküldött meghívóban foglaltaknak megfelelően tárgyaljuk meg a napirendeket, azzal a változással, hogy 8. napirendi pontként kerüljön felvételre. Javaslott Karcagváros település rendezési eszközeinek 2024. évi 4. módosításához tartozó módosítási cél elfogadásáról, a település rendezési eljárás megkezdéséről szóló 194/2024-es határozat módosítására. Kérdezem továbbá, hogy van-e valakinek további napirendi ponti javaslata? Akkor először a módosító indítványt bocsájtom szavazásra. Aki egyetért a 8. napirendi pont felvételével, az kérem kézfeltartással jelezze. Igen, nem tartózkodott, egyhangulag került elfogadásra. Most pedig a teljes napirendi pontot a kiegészített napirenddel együtt teszem föl szavazásra. Aki egyetért, elfogadja, kérem jelezze. Igen, nem tartózkodás, egyhangulag került elfogadásra. Tisztelt képviselőtestület, javaslom továbbá, hogy a napirendi pontok megtárgyalása során a 6. és a 7. napirendi pontokat Magyarország önkormányzatairól szóló jogszabály értelmében zárt ülés keretében tárgyalja meg a képviselőtestület. Aki ezzel egyetért, kérem jelezze. Igen, nem tartózkodás, egyhangulag került elfogadásra. Tisztelt képviselőtestület, tisztelt meghívott vendégek, televíziónézők, a napirendek megtárgyalása előtt köszöntésekre, díjátadásra kerül sor. Felkérem Rózsa Sándor jegyző urat, hogy ismertesse a köszöntéseket. Tisztelt képviselőtestület, köszöntöm Kovácsné Kerekes Katalint, a Dériné Kulturális, Turisztikai, Sportközpont és Könyvtár közművelődési szakemberét, aki 2024. augusztus 16-án a Kulturális és Innovációs Minisztérium Pesti Vigadóban rendezett augusztus 20-ai ünnepségén hosszabb időn át végzett kiemelkedő közművelődési tevékenysége, a korszerű művelődés és a művészi ízlés fejlesztése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként Besenyei György díjat vehetett át Zsigó Róbert miniszterhelyettes úrtól, illetve Závogyán Magdolna kultúráért felelős államtitkárasszonytól. Az elismeréshez az önkormányzat nevében gratulálok, munkájához további sok sikert és jó egészséget kívánok. Felkérem Kovácsné Kerekes Katalint, hogy legyen szíves kifáradni, és polgármester úrtól a virágcsokrot átvenni. Tisztelt képviselőtestület, a Karcag Városi Önkormányzat képviselőtestülete a 198/2024. 7. hó 25-i határozatával a város társadalmi és kulturális életében betöltött hagyományőrző és értékteremtő szerepéért Csillag Barnabás, a Karcagi Zsidó Hitközség elnöke részére Karcagért emlékérmet adományozott. Az elismeréshez az önkormányzat nevében gratulálok, munkájához további sok sikert és jó egészséget kívánok. Felkérem Csillag Barnabást, legyen szíves kifáradni és a kitüntetést, illetve az ajándékot polgármester úrtól átvenni.
szívből köszönöm az elismerést. Elnézést kérek a önkormányzattól, képviselőtestülettől, hogy az ünnepülésen nem tudtam részt venni egy külföldi tervezetünk miatt, de szívből köszönöm ezt a megtiszteltetést, nagyon megleptek vele, és ígérem, hogy folytatom ezt a tradíciót. Ez 13 évre nyúlik vissza az én életemben. Néhai Rózinger Oszkár elnök úr hagyatékát vettem át, és Néhai Domos László polgármester úrral karöltve, fogadókészségével együttműködve, és polgármester úr akkor még intézményvezetőként. Tehát két olyan személyhez kerültem, aki tárgykarokkal és legnagyobb odaadással fogadott. A jelenlegi képviselőtestület is mindent megtesz a munkánk, közös munkánk elősegítéséhez. Köszönöm ezt a nagyszerű együttműködést, köszönöm a díjat, és köszönöm feleségemnek, kislányomnak és szüleimnek ezt a kitartó támogatást. Tisztelt képviselőtestület! Tisztelettel köszöntöm Molnár László tűzoltó ezrelest, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Karcagi Katasztrófavédelmi Kirendeltség kirendeltségvezetőjét, aki munkatársaival együtt a 2024. augusztus 13-ai elektronikai hulladékhasznosító Kft. Telephelyén keletkezett tűzoltásában példamutatóan helytállt. A Karcagvárosi Önkormányzat nevében köszönöm a veszélyes tűz elhárítása érdekében végzett megfeszített munkájukat, a hivatásokhoz hű helytállást, jó erőt és egészséget kívánok. Felkérem Molnár László tűzoltó ezredes kirendeltségvezető urat, legyen szíves kifáradni és polgármester úrtól az ajándékokat átvenni. Tisztelt képviselőtestület, egy néhány perces szünetet rendelek el. Tisztelt képviselőtestület, folytatjuk munkánkat, melyet azzal kezdek, hogy bejelentem, hogy a szabadságolási tervtől eltértem, mert a két ülés között eltelt időszakban kevesebb szabadságot vettem ki, mint amennyit évelején elő irányított nekem a képviselőtestület. Tisztelt képviselőtestület, napirend előtti kérdések feltevésére van lehetőség, a kérdések megválaszolására a napirendek megtárgyalását követően kerülhet sor. Kérdezem, hogy valaki kíván-e élni a lehetősége. Pánti Ildikó képviselő asszony. Tisztelt polgármester úr, Jedzi úr képviselőtársaim, kedves jelenlévők, nem kérdésem lenne, csupán szeretném kifejezni köszönetem és örömem, úgy, mint az társadalmi, idegenforgalmi és testvérvárosi kapcsolatoknak a bizottságának a jelenlegi elnöke. Tudva levő, hogy hónap elején, ha jól emlékszem, pályázat útján nagy eseményre került sor Longóba, francia testvérvárosunkba, és a természetesen a ottani többi testvérvárossal együtt, de ami bennünket érint, a francia és a magyar testvérváros közötti 20 éves szerződés megerősítésére került sor, és erről a helybeli televízió útján nagyon tartalmas, tájékoztató felvételeket láthattunk, akinek volt lehetősége, és örömmel állapítottuk meg azt, hogy valóban komolyan gondolták eddig is, mert nagyon szép kiállításra került sor, ahogy láthattuk, megerősítésre polgármesterek, ottani bizottsági tagok, korábbi
bizottsági tagok részéről, és ami öröm számunkra, hogy ezen a találkozón fiatalok is részt vehettek, ha jól emlékszem, talán 8 vagy 10 főiskolai egyetemi hallgató Karcag városából tudatosan pályázat útján kerültek kiválasztásra, ami nagyon hatásos bizonyára azért, mert odaillőek, megérdemelték, és bizakodunk benne, hogy ez a kapcsolat tovább él, hiszen a francia testvérváros az, ezt tudom mondani korábbi tapasztalatok alapján is, hogy nagyon komolyan veszi, hogy így mondjam, a testvérvárosi kapcsolatokat, és amikor egy-egy programjuk, rendezvényük van, akkor a többi testvérvárost is meghívják, tehát ilyen kapcsolódási pontokat építenek ki különböző népek, nemzetek testvérvárosai között. Én bízom benne, hogy továbbiakban is, mint ahogy ez is elhangzott, folytatódik, és a mindenkori képviselőtestület pedig a segítséget megadja hozzá a kölcsönös látogatásra is, és abban a reményben is, hogy úgy a képviselőtestület tagjai közül, a város fiatalsága részéről, hivatal részéről, aki olyan segítő tevékenységet végez, megérdemelheti, hogy ő is részt vegyen majd adott delegáció tagjaként. Én ebben a reményben még egyszer köszönöm, örülünk neki, és erősít bennünket továbbiakban. Köszönöm. Köszönöm szépen a hozzászólás. További kérdés? Szerintem, bocsánat, de képviselő úr egyszerre jelentkezett Ildikó nénivel. Andrássy Andrásnak adom. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Már átadtam volna az idősebbnek a lehetőséget, de élek. Tehát igen, örülünk neki, hogy a testvérvárosi kapcsolatok szépen alakulnak, és tényleg ez egy jó dolog minden szempontból. Tudjuk azt is, hogy a lengyel testvérvárosi lehetőségek is fognak egy pályázati esemény kapcsán bővülni. Szintén egy nagyon jó dolog, és ezt is üdvözöljük. Nagyon fontos a lengyel kapcsolat számunkra, úgy gondolom a klasszikus magyar-lengyel barátság az egy nagyon fontos dolog, és azt ápolni szintén. Kérdések. Látjuk, hogy az a bizonyos Sámán lukott a sugárúton kijavításra került. Szépen megcsinálta a kivitelező. Reméljük, hogy nem lesz következő ilyen beszakadás, és nem lesz folytatása az ilyen negatív dolgoknak. És bízunk benne, hogy a TRV a továbbiakban szintén a helyzet magaslatán fog állni, és a városunkat kevésbé fogják hasonló események borzolni a helyiek idegeit. Bízunk benne, meglátjuk a jövő, hogyan alakul. Többen kérdezték a városban, látták, hogy egy bizonyos külterületen, ahova elméletileg a gumifeldolgozó érkezne a városba terv szerint, megindultak bizonyos földmunkák, és persze találgatások zajlanak, hogy ennek mi az oka, mi történik, miért zajlik ez. Erre szeretném, polgármester úr, hogyha lenne egy valamilyen iránymagyarázat, hogy mi történik ott, miért dolgoznak azok a gépek, miért történik az a teleprendezés. Van-e köze ennek a bizonyos üzemnek a városba településéhez egyáltalán? És van egy harmadik dolog, egy nagyon szomorú esemény történt, ugye, amiben most a tűzoltók munkáját meg is köszöntük, egy sajnálatos tűz esett az elektronikai hulladékfeldolgozó területén, ami az elmúlt időszakban nem túl régen egy megismétlődő baleset volt. Nem örülünk az ilyennek. Rossz a vízhangja a lakosság szempontjából, de és megalapozottan hozzáteszem, valóban súlyos környezeti katasztrófát okozhat egy-egy ilyen tűzeset. Akinek vannak ismeretei ezzel kapcsolatban, az pontosan tudja, hogy milyen súlyosan mérgező anyagok kerülhetnek úgy a levegőbe, mint a talajba, illetve a talajvízbe, hosszabb, rövidebb átfutású időszakkal.
baleset, értjük a balesetet. Nagyon két évvel korábban történt egy baleset. De, és akkor itt jön a de, amikor ez megismétlődik, akkor már föl kell tennünk a kérdést, hogy bizonyára minden rendben zajlik abban az üzemben. Feltétlenül a technikai előírásoknak megfelelően történnek ott a dolgok. Én azt mondom, hogy bizonyára folyik jelen pillanatban egy vizsgálat ebből a kérdésben. Tennék rá egy javaslatot. Én nem mondom, hogy itt a testületben csupasz a kember ül. Meg lehetne azt oldani, hogy a testület tagjai, a képviselők egy adott időpontban kilátogatnánk erre a telepre, ebbe az üzemre, és saját szemünkkel is meggyőződnénk az ottani viszonyokról, és éppen az adott üzemvezetőnek, vagy aki ott elérhető felsővezető kérdésekkel fordulhatnánk hozzá különböző témákba, ki milyenbe. Ha erre van, lenne lehetőség, én úgy gondolom, hogy egy egészséges dolog lenne, megoldható is lenne, és gondolom, ha a lakosság felé megfelelően kommunikálva van, a lakosság számára is egy kicsi megnyugtató lenne, hogy igen, a testület is lépett ebbe a kérdésbe, és igen, és oda tettük magunkat. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen. További kérdés. Molnár Pál képviselő. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt polgármester úr, kedves jelenlévők, kedves televíziónézők. Két témát szeretnék fölvetni. Egyik a általam és nagyon sok arcegi által közkedvelt erdei futó pálya borítására a fenyőkéreg még most sem érkezett. Meg én kérném polgármester úr közbenjárását az ügyben. Jó lenne, hogyha még a tél beállt előtt. Igaz, hogy 35 fok van még, de a tél el fog jönni. Még az ősz folyamán szeretnénk, hogyha bucsborítást, fenyőkéreg borítást kapna az erdei futópálya és lomkorona sétány. A másik téma a betétdíjas rendszerrel kapcsolatban szeretném felvetni. A nyár folyamán bevezetésre került a betétdíjas rendszer. Egyre kevesebb hulladék, műanyag hulladék, PET-palack, üveg és fémdoboz hulladék képződik, amely a hulladék lerakóra kell, hogy lerakásra kerülj, vagy szelektív válogatás után a megfelelő hulladék áramba kell folyósítani. Jelen pillanatban ugye ezt díj ellenében visszaváltatják a boltokba. A szelektív gyűjtő szigetek viszont továbbra is működnek a városba. Van háztól történő szelektív gyűjtés, betétdíjas rendszer van. Sajnos a lakosság körében egy bizonyos rétegénél elterjedőben van az, hogy a szelektív gyűjtő szigeteket kommunális hulladékgyűjtőknek nézik. Rendszeresen választó körzetemből is megkeresnek az Elkel Ferenc út, Liget út sarkán található szelektív gyűjtő szigetnél, ahol kétnapos rendszerességgel, már most már a trágyától kezdve a földig, az építési törmelékig odaborítanak mindent. Természetesen a városgondosság elszállítja ezeket, nem szabad, hogy ott maradjanak, bármelyik szelektív gyűjtőszigetről is van szó, viszont ennek költsége van, és ezek a szigetek nem arra lettek kialakítva. A szigetek feladatokat most már nem olyan mértékben töltik be az előbb elmondottak miatt, mint amit korábban betöltöttek. Én javasolnám, hogy azokat a szigeteket, ahol eleve kis mennyiségben képződött hulladék és kis mennyiségben szállított a lakosság, azokat a szigeteket meg kellene szüntetni, és idővel az összes ilyen szelektív gyűjtőszigetet, mert ahogy említettem, a hulladékáram rendszerben tartása biztosított, tehát nem sérülné semmilyen hulladékgazdálkodási elképzelés. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr! Köszönöm szépen. További kérdés. Megpróbálok gyorsan válaszolni, és hogyha lehet, akkor visszafele sorrendben. Valóban a PET palackok visszaváltási lehetőségével elvesztette jelentőségét a szelektív hulladékgyűjtő szigetek, azzal együtt, hogy a hulladék tároló telepen hulladék udvar is került kialakításra, ahova a háztartási hulladékot, papírt, műanyagot ki lehet szállítani, tehát valóban elvesztette a jelentőségét. El is kezdte felszámolni az önkormányzat már évekkel ezelőtt, hiszen nagyon sok helyen megszűnt, többek között a régi sütőipari épület előtt, ugye az Akácos utcán, megszüntettük a Morgónál, és még sok helyen, ahol valóban inkább a kommunális hulladék került elhelyezésre. Én is azt gondolom, hogy egyeztetnünk kell továbbra is, bár nyilván van még olyan
háztartások, ahol visszaváltásra nem alkalmas üvegek kerülnek tárolásra, és kerülnek elő gyakorlatilag a pince és a padlás mélyéről, de ezek most már elszállíthatóak és elhelyezhetőek a hulladék udvarban, úgyhogy, és ingyenesen helyezhetők el, tehát valóban érdemes felülvizsgálni. Az erdei torna pálya borítására nem kaptunk még visszajelzést mindig a NEFAK-tól, sürgetni fogjuk. Bízom benne, hogy előbb-utóbb meg fog érkezni, hiszen nagyon sokan igénybe veszik az erdei tornapálya szolgáltatásait. Egyébként más javítási feladatok is lennének az erdei tornapályán, mint ahogyan a lomkoronasétányon is. Ezt is jeleztük a tulajdonosnak, úgyhogy bízom benne, hogy ez is előbb-utóbb sikeres lesz, és el fogják hárítani, illetve hozzák az új borítását az erdei tornapályának. Az ehult tűzzel kapcsolatosan, ahogy képviselő úr megfogalmazta a kérdésében is, zajlanak a vizsgálatok, nyilván meg kell várnunk a vizsgálatok végét, és akkor fogunk pontos képet kapni arról, hogy mi is történt. Az, hogy egy magáncéghez milyen látogatást tehet a képviselőtestület, ezt nyilván majd a tulajdonosok fogják eldönteni, jelezni fogjuk a cég tulajdonosainak az irányába, hogy van egy ilyen igény, és a képviselőtestület, vagy a képviselőtestület néhány tagja szeretné meglátogatni magát, az üzemet. Én azt gondolom, hogy nem fognak ettől elzárkózni. Az, hogy ez emberi mulasztás volt-e, vagy valamilyen technikai probléma, ezt nyilván a vizsgálat fogja kideríteni. És nyilván párhuzamot sem lehet vonni a két eset között, hiszen nem tudjuk, hogy abban az esetben történt probléma okozhatott-e esetleg egy mostani hasonló esetet is. Nyilván minden üzemben, minden veszélyes vagy nem veszélyes üzemben is előfordulhatnak olyan balesetek, amelyek nem feltétlen emberi tényezők okozzák. Egy egyszerű mezőgazdasági telepen is lehetnek sérülések, egy egyszerű szarvasmarha is okozhat akármilyen tragédiát, és nem biztos, hogy rögtön emberi mulasztásra kell ezt gyanakodni. Az, hogy milyen földmunkák zajlanak, ezt nyilván meg fogjuk kérdezni az ipari park tulajdonosától, gondolom, hogy el fogja tudni mondani. Én jelen pillanatban nem tudom ezt megmondani önnek. Megkeressük az ipari park vezetőjét, és nyilvánvalóan meg fogja adni erre a szükséges választ. A sámályukkal kapcsolatban valóban elkészült, bárki javítanám képviselő urat, mert ha jól emlékszem, az már nem a Széchenyi sugárút része, hanem a Szent István útnak egy része, de valóban ott is ugyanaz a szennyvíz csatorna megy, ezt egy teljesen új eljárással javították ki a TRV szakemberei, vagy az általa megbízott alvállalkozók, ugyanazzal a módszerrel, mint amivel a Bajcsi-Zsilinszky úton, tehát nem kellett végigvágni az utat, hanem egy ilyen csőben cső technológiával sikerült megoldani ezt a javítást. Ez egy picit hosszadalmasabb technológiai eljárást eredményez, másfajta előkészületeket, ezért volt egy picit elhúzódó a javítás. Én köszönöm mindenkinek a türelmét, akit ez bármilyen módon is akadályozott. Elkészült, és hát nyilván bízunk abban, hogy tartós lesz ez a javítás, és nem fog megismétlődni. Reményeink szerint még mindig az a pályázat, egy lehetőség, amely a város teljes szennyvízhálózatának az átépítését célzott segíteni, az bízunk benne, hogy meg fog érkezni, és akkor el tudjuk végezni valamennyi olyan feladatot, amely esetleg hasonló problémát okozhat. Én a testvérvárosi kapcsolatokat köszönöm szépen, hogy támogatja a képviselőtestület valamennyi tagja, az ellenzéki képviselők is, hiszen valóban fontos az, hogy elsősorban a fiatalok megismerjék a határon túli kárpát-medencei kultúrákat, így nagyon fontos a magyar nyelvű testvérvárosokkal való kapcsolat, amely azt gondolom, hogy hosszú évekre, évtizedekre nyúlik vissza, és amely mindenképpen szükséges, de ugyanilyen szükségesnek tartom a további testvérvárosi kapcsolatainkat, ahogy képviselő úr is elmondta, a lengyel, a német, illetve a francia testvérvárosi kapcsolatokat is. És hát nyilván van még két olyan testvérvárosi kapcsolat, amelyről keveset szoktunk beszélni, de van egy magyar testvérvárosi kapcsolatunk is, Kunszent Miklós, ahol nagyon élő a kapcsolat, hiszen látogatnak hozzánk, és mi is látogatunk
hozzájuk, ez mindenképpen a nagy kun és a kun identitásnak az ápolását jelenti, illetve ehhez kapcsolódóan, az identitáshoz kapcsolódóan kazak testvérvárosunk is van. Épp a tegnap előtti napon látogatott Karcagra az új kazak köztársaság magyarországi nagykövete, aki további együttműködésre biztosította a települést, mind kulturális, mind gazdasági területen, úgyhogy én remélem, hogy gyümölcsöző lesz ez a testvérvárosi kapcsolat is, és talán egy picit új utakat is vehet majd, mint ahogy az összes többi testvérvárosi kapcsolat is. Tisztelt képviselőtestület, kérdezem, hogy további kérdés, hozzászólás van-e? Lengyel János képviselő. Köszönöm a szót, tisztelt polgármester úr. Én csak a képviselőtársam kérdését szeretném megismételni polgármester úrhoz, mert nem jött rá válasz, hogy a gumifeldolgozónál talajmunkák vannak, és nem válaszolt. Polgármester úr, köszönöm szépen, hogy ez most... Én szerintem válaszoltam, de megismétlem képviselő úrnak, hogyha esetleg nem hallotta, de akkor kérném szépen, hogy figyeljen. Tehát a válasz az volt, hogy nem tudom, milyen földmunkák vannak. Azt mondtam, hogy megkeressük az ipari park tulajdonosát, vezetőjét, hogy válaszoljon erre a kérdésre, és akkor nyilvánvalóan meg fogjuk válaszolni képviselő úrnak. Nem tudom, hogy megismételjem a harmadjára is, vagy negyedjére is, vagy figyelni fog képviselő úr. További kérdés van-e? Ha nincs, akkor rátérünk a napi rendi pontok megválaszolására, megtárgyalására. Tisztelt képviselőtestület, első napi rendi pontunk, javaslat Karcagváros vízi közműveinek 2025-2039 évekre vonatkozó gördülő fejlesztési tervére. Tisztelt képviselőtestület, megkaptuk az írásos anyagot, és tisztelettel köszöntöm a TRV munkatársait. Ha esetleg kérdés merül fel, akkor gondolom, hogy tudnak erre majd válaszolni. Ahogyan az előző években is, minden év szeptember 30-áig szükséges a gördülő fejlesztési tervet elfogadni és a Magyar Energetikai és Közmű Szabályozási Hivatal részére megküldeni. Ennek megfelelően, illetve az előzetes tárgyalásoknak megfelelően készült el a gördülő fejlesztési terv, amelyet én mindenképpen szeretnék azzal kiegészíteni, hogy nem olyan régen sikerült a Magyar Energetikai Hivatal elnökasszonyával egyeztetni az ivóvíz és a szennyvíz kérdésében, illetve a gördülő fejlesztés tervhez kapcsolódó felhasználási lehetőségekkel, és megkaptuk azt az egyedi elbírálási lehetőséget, hogy átjárható legyen az ivóvíz és a szennyvízre fordított összegek, vagy fordítható összegeknek a felcserélése, vagy átütemezése. Ez azt jelenti, hogy nyilvánvalóan az ivóvíz szolgáltatás maximális biztosítása mellett, hogyha szükséges, és nyilván látjuk azt, hogy a szennyvízhálózat karbantartása egy picit nagyobb odafigyelést igényel, akkor ebben az összegben legyen egyfajta átjárhatóság. Ezt is tartalmazza a GFT, hiszen ennek megfelelően már tudjuk majd azokat a nyilatkozatokat megtenni az energetikai hivatal irányába, amely szükséges ahhoz, hogy ezt az engedélyt, végső engedélyt megkaphassuk ennek a forrásnak a biztosítására. Vitára bocsájtom a napirendet, kérdés, hozzászólás van-e? Andrássy András képviselő. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr, tisztelt polgármester úr, tisztelt testület, tisztelt jelenlévők, tisztelt televíziónézők. Igen, van kérdés, a gördülőtervvel kapcsolatban mindig van kérdés. Évek óta készítünk gördülőtervet. Látványos, és valóban jó lenne, ha meg is valósulna. De a tapasztalat az, hogy csak az elmúlt 10 évet nézzük, gyakorlatilag a gördülőtervből szinte csak morzsányik, amik megvalósultak, és tényleg megvalósításra kerültek. Ennek ugye az lett a következménye, hogy a hosszú-hosszú évek folyamán úgy az ivóvízhálózatunk, mint a szennyvízhálózatunk leamortizálódott, még meg ilyen komoly szinten. Már eljutottunk oda, hogy nem nagyon lehet ezt a történetet halogatni tovább, egy nagyon komoly és nagyon egységes felújításra van szükség.
Nagyon örülnénk, hogyha ez a pályázati lehetőség, amit említett polgármester úr, megvalósulna, mert az gyakorlatilag forrást jelentene arra, hogy ez a beruházás meg is valósuljon. És úgy gondolom, hogy a TRV részéről csak megerősíteni tudják, hogy, és bízok benne, hogy nem a szándék hiányzott az eddigi javítások és munkák elvégzéséből sem, hanem inkább a forrás hiány. Ahogy értesültem, jelen pillanatban új vezetője van a megyei TRV-nek. Egy komoly vízügyi szakember, vízzel kapcsolatos szakember került az élre, gazdasági szempontból is. Nagyon bízunk benne, hogy az új vezető és az új vezetés és a pályázati lehetőségek, a forrás lehetőségek megteremtik azt a helyzetet, hogy ez a bizonyos gördülő terv, illetve a gördülő tervhez kapcsolódóan a város szennyvízhálózata, illetve az ivóvízhálózata is megújuljon, mert bizony látjuk azt, hogy mind a kettő 50-60 év időtartammal bír, nyilván egy-két szakasz leszámítva, még időközben felújítva lett, de nagyságrendileg mind a két rendszer előregedett. Előregedett, mindenféleképpen cserére, javításra szorul. Nagy a valószínűsége, hogy túl sok időnk nincs ezen a területen, tehát igenis lépni kell, még esetleg komolyabb bajok nem származnak ebből. Bízom benne, hogy a TRV és a jelenlegi vezetése és a forrás lehetőségek a következő időszakban erre lehetőséget adnak. Én előre bocsátom, hogy ha igen, akkor az közlekedés szempontjából valószínűleg komoly fennakadásokat fog a városban majd okozni. Ezt inkább én úgy gondolom, hogy el fogja viselni a lakosság, és örömmel, nem is örömmel, de el fogja viselni. Cserébe, hogy kapunk egy hosszú távon használható ivóvízhálózatot, 21. századi színvonalút, és hasonlóan egy 21. századi színvonalú szennyvízhálózatot. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen. Azt azért mindenképpen el kell mondani, képviselő úr, hogy a gördülő fejlesztési tervnek megfelelően a TRV az ivóvíz hálózat javítását, azokat a cseréket, csőcseréket, vezetékcseréket elvégezte, hiszen nagyon sok helyen volt a városban ilyen ivóvízvezeték csere. Nyilván ennek a gördülő fejlesztési tervnek megfelelően és ebbe beépítve kerültek elvégzésre azok a lakossági szennyvízbekötések, gerincvezetéképítések, amelyek az előző években is voltak. Tehát én azt gondolom, hogy van azért mindenféle pozitív eredménye a gördülő fejlesztési terv elkészítésének. Van pozitív eredménye és hatása annak, hogy folyamatosan egyeztetünk a TRV szakembereivel, és folyamatosan felülvizsgáljuk, hogyha szükséges, akkor módosítjuk a GFT-t. Ettől függetlenül kétségtelen, hogy a szennyvízhálózat teljes felújítása, amiről már sokat beszéltünk, szükséges. Nyilván ehhez várjuk a pályázatot. Nem ölbetett kézzel várjuk ezt a forrást, hiszen elkészültek a tervek, megkaptuk hozzá a vízjogi engedélyeket. Tehát azok az előkészítő munkák, amelyek a pályázat megnyeréséhez és a forrás megteremtéséhez szükségesek, ezek folyamatosan készültek. Most ott tartunk, hogy kész vannak, be lehet nyújtani a megjelenő pályázatra, és akkor nyilván ezt a forrást meg tudjuk kapni, mint ahogy ez egyébként a magyar közlönyben már napvilágot is látott. Bízunk benne, hogy megkapjuk, és akkor valóban egy teljes rekonstrukcióval tudjuk felújítani a város teljes szennyvízhálózatát, illetve a szennyvíztelepet, hiszen ez a része is benne van ebbe a felújítási tervbe. Ettől függetlenül nyilván a jogszabályoknak megfelelően a GFT-t el kell készíteni, el kell fogadni, és én bízom abban, hogy azok a tervek, amelyek belekerülnek, kiegészítve majd az időközi változásokkal, hiszen mindig hoz az élet különböző változásokat, de tartható lesz és hosszú távon biztosítani tudja a megfelelő minőségű ivóvíz ellátást, és reményeink szerint majd a megfelelő minőségű szennyvíz ellátását is a városnak. További kérdés, hozzászólás van? Ha nincs, akkor elfogadásra javaslom. Az előterjesztést, aki támogatja, kérem kézfeltartással jelezze. Igen, nem, tartózkodott, 5 igennel elfogadta a képviselőtestület. Köszönjük szépen a
TRV szakembereinek. Második napirendi pontunk javaslat a Václav Felcsák Alapítvány által meghirdetett Dva Bratanki, a magyar-lengyel testvérvárosi és testvériskolai kezdeményezések támogatásáról szóló pályázaton való részvételre. Tisztelt képviselőtestület, újra kiírta a Felcsák Alapítvány a pályázati lehetőségét, amely már működő, valamint újonnan létrejövő magyar-lengyel testvérvárosi kapcsolatok támogatására került kiírásra ebben az évben is. Én azt gondolom, hogy mivel 100%-os intenzitású pályázatról beszélünk, és egy élő testvérvárosi kapcsolatról, hiszen a jövő héten fognak utazni fiataljaink egy sporttalálkozóra, az immár hagyományos magyar-német-lengyel sporttalálkozóra, és ehhez valamiféle forráshoz lehet jutni, akár ezen a pályázaton keresztül is. Én azt gondolom, hogy célszerű mindenképpen benyújtani pályázatunkat az alapítványhoz. Kérdés, hozzászólás van-e? Pánti Ildikó képviselő. A bizottság támogatta. Köszönöm szépen. Ha nincs további kérdés, hozzászólás, akkor én is támogatásra ajánlom, javaslom, aki egyetért, kérem jelezze, igen, nem, tartózkodás egyhangulag került elfogadásra. Harmadik napirendi pontunk javaslat idős barát önkormányzati díj pályázaton való részvételre. Tisztelt képviselőtestület, a családpolitikáért felelős miniszter, illetve a helyi önkormányzatokért felelős miniszter ebben az évben is meghirdette idős barát önkormányzati díj pályázatát, melyen többször részt vett már önkormányzatunk, és többször el is nyerte ezt a kitüntető címet, hiszen bátran mondhatom és büszkén mondhatom azt, hogy nagyon sok olyan programot, lehetőséget biztosítunk a Karcagváros idős vagy szenior korosztályának, fogalmazzunk így talán szebben, szenior korosztályának, amely lehetővé teszi azt, hogy ebben az évben is elnyerhessük ezt a díjat. Én mindenképpen javaslom, hogy kerüljön benyújtásra az önkormányzat részéről. Kérdés, hozzászólás van-e? Bizottság támogatta. Én is támogatásra javaslom, aki egyetért jelezze, igen, nem, tartózkodás, egyhangulag került elfogadásra. Negyedik napirendi pontunk javaslat a Rónai Malom épületének versenyeztetés útján történő hasznosításra. Tisztelt képviselőtestület, Karcagvárosi önkormányzat tulajdonát képezi a Rónai Malom épülete, mely egy pályázat keretében a Rónai Malom közösségi célú felújítása elnevezésű projektben teljes egészében felújításra került, és amely kulturális célokat kell, hogy szolgáljon, nem csak a képviselőtestület döntése értelmében, hanem a pályázat támogatása értelmében is, még hosszú ideig, évekig, de azt gondolom, hogy mindenképpen célszerű a hasznosítását akár olyan formában megoldani, hogy pályázat keretében hasznosításra ajánljuk föl olyan szervezetnek, személynek, magánszemélyeknek is, akik ezeket a célokat vállalják, amelyet természetesen a pályázatban az önkormányzat annak idején vállalt. A pályázat lebonyolítása során mindenképpen figyelemmel kell arra lenni, hogy meg kell felelnünk az eredeti pályázati kiírásnak, így az irányító hatóságnak a jóváhagyása mindenképpen szükséges majd ahhoz, hogy ezt a hasznosítást meg tudjuk tenni. Vitára bocsájtom, kérdés, hozzászólás van-e? Ha nincs, akkor elfogadásra javaslom, aki támogatja, jelezze, igen, nem, tartózkodás, egyhangulag került elfogadásra. Ötödik napirendi pontunk javaslat a Karcag 6357 helyrajzi számú ingatlan KVG Kft. Részére történő működtetésbe adására. Tisztelt képviselő testület, a Karcagváros önkormányzat tulajdonát képezi a természetben a Villamos út 109/2 szám alatt lévő volt KVG telephely, amely KVG Kft. Átalakításával ugye önkormányzati hatáskörbe került,
Ahhoz azonban, hogy hasznosítani tudjuk, vagy egyáltalán el tudjuk adni, vagy bérbe tudjuk adni, hiszen hasznosítására, illetve eladására már került kiírásra felhívás, de sajnálatos módon nem jelentkezett eddig senki, viszont bérelni, bérlő jelentkezett erre a telephelyre, illetve erre az épületrészre. Ezért mindenképpen szükséges az, hogy a KVG részére történő működtetésbe tudjuk adni, hiszen maga a KFT sokkal gördülékenyebben tudja a bérbeadást lebonyolítani. Kérdés, hozzászólás van-e a napirenddel kapcsolatban? Ha nincs, akkor elfogadásra. Javaslom, aki egyetért vele, az jelezze igen, nem. Tartózkodás egyhangulag került elfogadásra. 8. napirendi pontunk javaslat Karcagváros településrendezési eszközeinek 2024. évi 4. módosításához tartozó módosítási cél elfogadásáról, a településrendezési eljárás megkezdéséről szóló 194/2024-es határozat módosítására. Tisztelt képviselőtestület, a címben jelzett módosítás nem először van a képviselőtestület előtt, hiszen többszörösen átbeszéltük és áttanulmányoztuk már. Időközben azonban néhány helyen javításra szorul, illetve a jogszabály előírásoknak való megfelelés miatt mindenképpen szükséges módosítani, és egy negyedik módosítási célt is megfogalmazni, mégpedig azt, hogy kerüljön egy más célként bejegyzésre, ahol fejlesztési, más fejlesztési területként kell meghatároznunk ezt a területet ahhoz, hogy megfeleljünk a jogszabályi előírásoknak. Vitára bocsájtom a napirendet, kérdés, hozzászólás van-e? Bizottság támogatta. Ha nincs kérdés, akkor én is támogatásra. Nincs kérdés, hozzászólás, akkor én is támogatásra. Javaslom, aki egyetért jelezze. Igen, nem, tartózkodás egyhangulag került elfogadásra. Tisztelt képviselőtestület, a napirendek megtárgyalásának a végére értünk. Legközelebb munkaterv szerint 2024. szeptember 26-án csütörtökön 15 órai kezdettel tartunk képviselőtestületi ülést. Kérdezem, hogy van-e valakinek napirendi ponti javaslata erre az ülésre? Amennyiben nincs és nem kell megismételnem még egyszer a választ a kérdésre, akkor bezárom a képviselőtestületi ülést. További szép napot kívánok mindenkinek!